Hajrá Magyarországra! Ünnepélyesen átadták az 50 millió forintból felújított óvodát Tolna Némediben. A fejlesztés által napelemek kerültek az épület tetejére, új hőszigetelést, nyilászárókat, fűtésrendszert, vizes blokkot kapott az intézmény, továbbá akadálymentes bejáratot alakítottak ki. Az energetikai korszerűsítés révén a klimatizálás is megoldódott. Megújultak a termek és a bútorzat is. A település megtartó ereje nő az ilyen fejlesztésekkel, mondta az átadón Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Ahol gyermekeknek építünk valamit, ott a jövőnek építünk, és Tolna Némedi ilyen szempontból kiemelkedik a többi település közül, hiszen statisztikailag, meg a valóságban is itt van a legtöbb gyerek, illetve a legnagyobb növekedés az elmúlt években. Nem csak az óvoda, hanem az önkormányzat épülete és a művelődési ház energetikai korszerűsítése is megoldódott, amivel a település 10 millió forintot takarít meg éves szinten. A beruházások költségeit a terület és településfejlesztési operatív program, valamint a Magyar Falu program pályázatán elnyert támogatásokból finanszírozták, mondta Tolna Némedi polgármestere. Hát ezek az épületek a nagy része, ez a 100 év feletti, tehát mondhatnám, hogy több száz éves épületekről is beszélünk. Itt az utóbbi 50 évben nem történt ilyen fejlesztés a településen jelen pillanatban. Ugye nagyon ráfért ezekre az épületekre. Mindig csak a minimális karbantartás történt meg ezekkel az épületekkel kapcsolatban, és ez most teljes kiterjedt mindenféle, tehát nyilászáróktól mindenre, tetőszigetelés, tehát komplex teljes felújításra került sor. Az átadón Süli János, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Elmondta, a kormány célja, hogy a kisebb településeken javuljon az életminőség, több fiatal maradjon helyben. Így tudjuk lakhatóvá, élhetőbbé tenni a településeket, így tudjuk elérni, hogy a fiatalok maradjanak a kis településeken, persze párhuzamosan javítjuk az úthálózatot is. A három beruházás összesen 200 millió forintba került.